Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Mindennél fontosabb, hogy használjuk és jól használjuk a zöld energiát. Erről tartottak sajtótájékoztatót a napokban Nyíregyházán. A témával bővebben is foglalkozunk később, mutatjuk a teljes kínálatot. Bátrak Ligája. 7-es, 8-os tanulóknak rendeztek honvédelmi versenyt. Korszerű, felszerelt, egyedülálló a Nyíregyházi Kórház gyermekosztálya. Közös ügyünk, a zöld energia fontosságáról tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán. Honvédelemhez köthető élményközpontú versenyszámokat állítottak össze a 7.-8. osztályos diákoknak a Tiszavasvári Városi Sportcsarnokban. A Honvédelmi Sportszövetség által rendezett Bátrak Ligája sportvetélkedőn 10 vármegyei csapat mérhette össze tudását. A győztes egylet júniusban a budapesti országos döntőben bizonyíthat. Izgalmas feladatokat teljesíthettek a diákok a Tiszavasvári sportcsarnokban. Akadálypálya, mátrixfutás, vívás, íjászat, lézeres lövészet, autószimulátor és logikai feladatok sora várta a honvédelmi jellegű sportversenyre jelentkező csapatokat. Jó ütemben halad a Magyar Honvédség fejlesztése, ez mindenképpen segít azon, hogy a toborzó munka hatékonyabb legyen, úgy látom. Nyilván mi a Honvédelmi Sportszövetség részéről segítjük ezt a munkát, hiszen az ilyen találkozások, az ilyen versenyek, azok a fiatalokban fölébresztik a kedvet a katonai hivatás iránt is. Nyilván úgy szervezzük ezeket a versenyeket, a Bátrak Ligáját is, és a többi versenyeinket is, hogy kadétok is jelent vannak, tehát középiskolás fiatalok is találkoznak a 8-os, 7-es általános iskolásokkal, akik egyébként a pályaválasztás előtt állnak. És én bízom benne, hogy azok a kadétok, akik egyébként itt vannak, és a többi helyszínen is, ezen találkozás alkalmával pozitív képet tudnak alkotni és mutatni a fiatalok számára a Magyar Honvédségről. Tehát én azt hiszem, hogy a kadétképzés is egy nagyon jó program, ezt is még 2017-ben indítottuk útjára, és most már 10 000 kadétunk van, akkor 3 középiskola jelentkezett, most már több mint 150 kadétiskola van, középiskola, akik vállalták a kadétképzést, kiváló instruktoraink vannak, őket is mi képezzük, és nyilván szövetségben a Honvédséggel és a Honvédelmi Minisztériummal végezzük ezt a munkát, hogy a haza védelmének ugye valóban nemzetügyé váljon. De van valamilyen felvételi követelmény, hogyha valaki kadétképző iskolába szeretne jelentkezni? Gyakorlatilag nincsen, tehát itt az iskolának kell vállalni azt a felelősséget, hogy egyébként a kadétprogramot elindítja a minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédség segítségével. Tehát nyilván a honvédség állja az uniformist a gyermekek számára, vagy az egyenruhát, a gyakorlóruhát, és nyilván azokat a programokat is igyekszünk közösen a honvédséggel megszervezni, honvédelmi táborokat is közösen szervezünk a Magyar Honvédséggel, pont azért, hogy megfelelően kiképzett, felkészült katonák adják át a tudásokat a fiataljainknak, a kadétoknak is, és nyilván másoknak is. A Nemzetvédelmi Egyetemre ez jelent valami plusz előnyt? Egy új pontrendszer van, természetesen úgy tudom, hogy 60-valány pontot kapnak pluszban a fiatalok, akik kadétképzésből jelentkeznek oda, illetve vállalják a tartalékos katonai szolgálatot, tehát ez mindenképpen egy olyan pálya, egy olyan út ebben a mai világban, amelyben önkéntes alapon, de kedvet csinálva a fiataloknak, és nyilván ösztöndíjat is adva, egyre többen jelentkeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, és azt követően nyilván a hivatásos katonai szakmát választják. Vagy adott esetben akár tartalékosok is lehetnek, vagy szerződéses katonák is lehetnek, tehát számos lehetőség van. Az biztos, hogy most jó lehetőségeket tud ígérni a Magyar Honvédség. Azt látom, hogy azok a technikai bővülések, fejlesztések, amelyeket elterveztünk annak idején, azok jó ütemben haladnak erőre, és ez mondom, még vonzóbbá tudja tenni a katonai hivatást a fiatalok számára. A verseny nem titkolt célja a honvédelmi utánpótlás biztosítása. Ez a rendezvény tulajdonképpen a kadétképzés előszobájának is mondható. Miért érdemes a kadétképzésre jelentkezni szerinted? Nagyon sok mindenre megtanítja a diákokat, fegyelem, kitartás, és nem mellesleg ez egy jó út lehet egy kihívásokra vágyó fiatal számára. A diákok megismerhetik, hogy a későbbiekben milyen képességekre van szükség a honvédelem munkájánál.
Örömömre szolgál, hogy Tiszavasváriban is megrendezésre kerül. Én már, ha jól tudom, 45. alkalommal. Én úgy hiszem, hogy a fiatalságnak a fegyelemre, a sportra való nevelése az rendkívül fontos, hiszen látjuk azt, hogy a mai világ az hogyan alakult, tehát vagyis, hogy a jelenlegi világ az hogyan néz ki. Nagyon sokat törődnek az emberek mással, mint a sport, az egészséges életmód, és inkább ülnek a kütyük előtt, vagy hanyagolják el a mozgást. Én azt hiszem, hogy a Bátrak Ligája, az a sportrendezvény, ez kicsit átformálja a fiatalok gondolkodásmódját, felhívja a figyelmet arra, hogy fontos a közösségben gondolkodás, a sport, az egészséges életmód, és talán kedvet is kapnak majd a jövőre nézve a honvédelemhez, hiszen itt a Bátrak Ligája nem csak a sportról szól, hanem egyfajta olyan gondolkodásmódról és figyelemfelhívásról, hogy fontos számunkra az, hogy legyen Magyarországnak honvédelme, hadserege, és ezt akár ilyen sportos és különleges módon is el lehet képzelni, és a jövőben azt majd végezni. A meghívott csapatok párhuzamosan hajtották végre a feladatokat. Minden állomáson közel fél óra állt rendelkezésükre, hogy legjobb tudásuk szerint teljesítsék a pályát. Így 10 csapat verseng, gyakorlatilag a hazafias érzés, az állóképesség növelése, akadályverseny van, és a közösségi érzés megteremtése, hogy a fiataljaink megfelelő erőlénttel rendelkezzenek, akkor, amikor felnőttek lesznek és döntenek úgy, hogy esetleg beállnak a hadseregbe. Nagyon kellemes élmények fogadtak engem a mai napon, mivel nagyon kreatív feladatok vártak engem, és a társaimmal közösen csapatként tudtunk együtt működni. Milyen feladatot teljesítettél? Jelenleg az előzőben ilyen fizikai feladatokat, de egyébként logikától kezdve minden kelletire, és ha jól tudom, még van egy feladat, azt hiszem az már logikai lesz, nem is baj, mert már rendesen elfáradtam. A vetélkedő résztvevő minden intézmény 50.000 forintos sportvásárlási utalványt vihetett haza, továbbá a résztvevő diákok ajándékcsomagokat is kaptak. Az első helyezett a tiszavasvári Kabai János általános iskola sárga csapata lett, akik érmet, kupát és további 200.000 forint értékű utalványt nyertek. Az országos döntőt júniusban Budapesten rendezik meg. Rendszerint a távolról érkező szakemberek is úgy tartják, a Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Tagkórházának gyermekosztálya országos viszonylatban is az egyik legjobban működő és legfelszereltebb gyermekosztály. A részleg vezetéséért hosszú évek után már nem dr. Dicső Ferenc, hanem dr. Varannainé dr. Sós Andrea felel, akit most köszöntünk itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon hosszú pálya áll ön mögött. Pár mondatban, hogyha bemutatná ezt az életutat, ezt a életpályát. Igen, én 1988-ban végeztem a Debreceni Orvosi Egyetemen, és a végzés óta, vagy utántól gyakorlatilag egészen 2021-ig dolgoztam Miskolcon a Velkei László Gyermekegészségügyi Központban. Ott töltöttem a rezidensi, akkor még nem rezidensnek neveztük, de ott töltöttem a kezdő orvosi éveimet, ott szereztem több szakvizsgát, ott találtam meg a gyermekgyógyászatnak egy igen jelentős részéről, láttam meg a szépségét, és hát itt alakultak úgy a dolgaim egy idő után, hogy úgy döntöttem, hogy akkor el fogok jönni, és másik munkahelyet fogok választani a gyek helyett. Ebben az volt azért nagy segítségemre, hogy a férjem, aki szintén Miskolcon dolgozott korábban, ő 2020-ban szintén ebbe a kórházba érkezett, osztályvezető lett, és nyilvánvaló, hogy amikor arról volt szó, hogy melyik másik kórházat válasszam a gyek helyett, akkor ez a Nyíregyházi kórház volt a kézenfekvő. Eljöttem egy bemutatkozó látogatásra, Dicső főorvos urat azért korábbról már ismertem, és ismertem az osztálynak is, hát nyilván nem olyan mélységig, mint ma már, de azért ismertem az osztály egy részének a nagy szakmai munkáját, és úgy gondoltam, hogy talán az én személyemmel is valamelyest gazdagíthatom is, és az itteni kollégákkal együtt fogok tudni dolgozni a későbbiekben, úgyhogy 2021-től, de szeptemberétől dolgozom a kórházban. Mi az, amit itt talált, és mi az, amit itt igazán értéknek tart? Én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos egy munkahelyen, hogy
a munkatársi közösség az egy olyan jól összeszokott csapat. Tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy nagy különbözőségek volnának személyiségben vagy szemléletben a gyermekgyógyászat és a gyermekorvosi munka szeretete és a munkavállalás és a szolidaritás tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy minden szempontból egy nagyon-nagyon jó munkahelyi közösségről lehet itt beszélni, és ez nem csak az orvosi vagy orvos kollégákra, hanem az ápoló személyzet, a szakdolgozói személyzet, tehát minden szempontból egy olyan erős csapat dolgozik itt ebben ezen az osztályon, ami úgy gondolom, hogy elsősorban a dicsőfőorvos úrnak az érdeme, vagy nagy részt az ő érdeme, hiszen ő majdnem 4 évtizeden keresztül vezette ezt az osztályt, ő alakította ilyenné, amilyenné vált, ő hozta ezt a, vagy legalábbis az ő menedzselése mellett lett ennyire sokszínű ennek az osztálynak a munkája, hiszen nagyon-nagyon kevés olyan szegmense van a gyermekgyógyászatnak, amivel nem tudunk itt megbirkózni. Ez gyakorlatilag kizárólag az onkológia, vagy az onkohematológia, ami alapvetően hiányzik erről az osztályról, de minden más szubspecialitás az jelen van, és nagyon kiváló szakemberek dolgoznak ezen az osztályon. Azt gondolnánk, egyfelől könnyű dolga van, de azért mégsem, mert azért dicsőfőorvosú nyomdokaiba lépni elég nagy kihívás. Hát pontosan ezt szerettem volna én is mondani, hogy egyfelől könnyű dolgom van, mert egy nagyon kiválóan szervezett osztályt tudtam átvenni, vagy tudtam örökségül kapni főorvos úr nyugdíjba vonulása kapcsán. Ugyanakkor a nehézség az, hogy ezt a fajta színvonalat, ezt a fajta magas szakmaiságot meg kell őrizni, és hogyha lehet, akkor még valamit hozzá is kell tennem ahhoz, hogy maradandót alkothassak abban a pár évben még, ami hát nekem nyugdíjig majd még hátra van. Mi az, amit pluszként hozzá tud tenni ehhez az osztályhoz? Említette, hogy több szakvizsgát is szerzett, nyilván nagyon nagy tapasztalat van ön mögött. Én gyermekpulmonológiával, diabetológiával foglalkozom, és sürgősségi szakvizsgával rendelkezem, úgyhogy viszonylag azt gondolom, hogy valóban, meg hát az a 30 akárhány év tapasztalat is nyilván hozzáteszi a magáit. Tehát alapvetően az én érdekeltségem, vagy az én általam leginkább szeretett szakterületek azok, amikben tudok segíteni ennek az osztálynak a tapasztalatommal egyrészt, hiszen pulmonológus is, diabetológus is azért viszonylag nem túl nagy számban áll rendelkezésre az osztály, vagy osztályban, vagy az osztályon. Másfelől azt gondolom, hogy én azért egy picit másabb személyiség vagyok, mint főorvos úr volt annak idején. Nyilvánvalóan az én vezetési stratégiám is egy kicsit másabb, mint amilyen a főorvos úré volt, és nem feltétlenül biztos, hogy ez hosszú távon nem lesz egy jó kimenetelő dolog. Nyitottnak látja a csapatot? Én azt gondolom, hogy támogató a csapat, igen. Végül is én úgy kerültem ebbe a pozícióba, hogy 2,5 évet együtt dolgoztam a kollégákkal. Én beosztott orvosként, mondjuk a sürgősségi részleg vezetőjeként dolgoztam, de úgy összességében megismertem a kollégákat, megismertem az osztálynak a működési rendjét, beleláttam tényleg a munkám során, az ügyeleteim során minden osztálynak az életébe, illetve minden részlegnek a problematikájába is, vagy problémáiba is. Napi szinten tapasztaltuk meg azokat a gondokat, amik esetleg a betegellátás kapcsán, vagy a munkaszervezés kapcsán előfordulhattak.
Tehát talán egy picit azt tudom mondani, hogy olyan szempontból szerencsésebb helyzetben voltam, mint az, hogy valaki megpályázik egy állást egy vadidegen kórházban, és nem ismeri sem a munkatársait, sem a kórháznak az előzményeit, vagy a történetét, vagy a felépítését. Tehát e tekintetben én úgy gondolom, hogy egyfajta plusszal tudtam indulni osztályvezetőként. Ugyanakkor ezt azt gondolom, hogy kár is tagadni, hogy azért ez egy igen jelentősen másabb munkát igényel, mint amit korábban végeztem, mert nem a napi betegellátási rutin az, ami most elsősorban az én számomra, vagy az én szempontomból fontos, hanem az a hát hihetetlenül jelentős mennyiségű adminisztráció, ami ezzel a feladatkörrel együtt jár, de hát azt gondolom, hogy valóban sok segítséget kapok a részlegvezetők, a főnővérek, a munkatársak részéről, tehát nem tudok olyat kérni tényleg, amiben pillanatok alatt, vagy legalábbis a lehetőségekhez képest a legrövidebb idő alatt ne kapjak valami fajta segítséget. Milyen stílusú vezetésre számítsanak a kollégák? Én alapvetően nyitott vagyok. El is mondtam a kollégáimnak, hogy én azt várom, hogy kapjak minden esetben visszajelzést arról, hogy ha valamiben nem értenek egyet, tehát egyfajta párbeszédet, egyfajta kicsit ilyen demokratikusabb vezetési stílus szeretnék megvalósítani. Én korábban a GYEK-ben is voltam hasonló pozícióban pár évig, és nekem ott ez bevált, ez a fajta vezetési stílus. Hát remélem, hogy itt sem fog változni, ugye még 3 hónapja vagyok ebben a pozícióban, tehát gyakorlatilag igazából felmérem a helyzetet, felmérem a lehetőségeimet, megpróbálom a kapcsolataimat, amik miután nem nyíregyházi vagyok, hanem miskolci voltam, meg vagyok is tulajdonképpen, emiatt akár az alapellátásban dolgozó házi orvos kollégákat is, akik nem évfolyam társaim voltak, azokat szinte nem is ismertem, csak mindenkinek a beutalóját láttam esetleg. Tehát törekedtem arra az első 3 hónapban, hogy azokkal a munkatársakkal, vagy azokkal a személyekkel is meg tudjak ismerkedni, akik a gyerekellátásban a kórházon kívül is részt vesznek. Találkoztam a védőnőkkel, találkoztam a házi orvos kollégákkal, hát nem is tudom, sok mindenkivel, aki érintette a gyermekellátásban a megyében. Azt gondolom, hogy egy vérbeli gyermekorvos az eleve egy magasabb empátiával rendelkezik, az átlagosnál magasabban, és gondolom, hogy azért ez a vezetésben is meg fog mutatkozni. Én is azt gondolom, hogy én szerintem empatikusak a felnőtt orvosok is. Ezt a saját férjemről tudom mondani, hogy ő hihetetlenül empátiás orvos. Talán ami a gyerekgyógyászoknál egy kuriózum, az, hogy mi nem azt mondom, hogy infantilisak maradunk, de azért megmaradunk egyfajta, tehát a személyiségünk egy kicsikét olyan, nem gyerekcentrikus, mert minden szülő is gyerekcentrikus, de kicsit olyan valóban másabb. És éppen a kolléganőjének a délutáni beszélgetésben mondtam, hogy talán az egyik legpozitívabb dolog, hogy gyerekgyógyászok vagy gyerekekkel foglalkozó ellátók között szerintem hosszú évek során sincs annyi kiégés a munka kapcsán, mint amennyi például egy más szegmensben dolgozó emberek között, és ez biztosíthatja azt, hogy még ebben a korban is tudunk mosolyogva bejönni dolgozni, és mosolyogva hazamenni, és a beteggel úgy foglalkozni, hogy az érezze, hogy mi vele törődünk, és fontos számunkra az, hogy ő mit gondol, és nem azért, hogy utána mi fog megjelenni majd a Facebookon, hanem azért, mert valóban úgy gondolom, hogy akkor tudok megfelelő munkát végezni én is, hogyha a beteg bizalommal fordul hozzám, az pedig szükséges ahhoz, hogy tehát ahhoz az szükséges, hogy én bennem lássa azt, hogy én valóban szeretnék tudomást szerezni arról, hogy szeretnék segíteni az ő problémáján. Milyen fontosabb céljai vannak itt a következő néhány évre, hiszen néhány évről beszélt ön is, milyen víziói vannak erre a néhány évre, és ha néhány év múlva ön is nyugdíjba van, akkor mivel lesz elégedett? Hát elégedett lennék azzal, hogyha találnék magam
után majd egy olyan kollégát, aki tudja továbbvinni a megkezdett úton a saját céljai megfogalmazásával. Szeretném valóban, ezt őszintén tudom mondani, szeretném megtartani azt a jó színvonalat szakmai szempontból is, és minden szempontból is, amit főorvos úr itt a elmúlt évtizedek alatt meg tudott valósítani. Nekem nyilván nem lesz ennyi időm rá, mint amennyi neki volt már. Én azt gondolom, hogy látom azokat a hiányosságokat igazából csak utánpótlás szempontjából, hogy melyek azok a szakterületek, amik egy kicsit erősítést igényelnek, mert mondjuk csak egy kolléga foglalkozik vele, hogy az utánpótlásról a másodszakvizsgásoknak a megfelelő menedzseléséről gondoskodjunk, hogy megtartsuk a fiatalokat. Azt gondolom, hogy ez is egy igen fontos szempont. Tehát, és nem csak az ápolókat, tehát nem tudunk nélkülük létezni, és azt nagyon pontosan látjuk, hogy ha ápoló hiány van, akkor a mi munkánk sem lesz olyan eredményes, és nem lesz olyan magas minőségű, akármit is próbálunk tenni, mert az ápolóknak a munkája az hihetetlenül fontos és elengedhetetlen, és abban is próbálok egy kicsikét erősíteni, hogy ezt érezzék az ápolók, hogy fontosak az orvos, vagy mindenki számára nyilvánvalóan, de hogy partnerként kezeljük, és nem egyfajta fölé alárendeltségi viszonyt szeretnénk kiépíteni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, én azt szeretném, ha mindenki látná azt, hogy van egy célunk, a betegellátás. Ezt én úgy gondolom, hogy mindenki a saját maga elé állított mérce alapján a legjobb tudása és a legjobb akarata szerint végzi a munkáját. Hogy ez a fajta munkaszeretet, ez megmaradjon mindenkivel, hogy jól érezze magát, nem csak azért, mert tehát nem, nyilván nem bulizni jár az ember a kórházba, de azért a munkahelyi közösségen be jól kell, hogy érezzük ahhoz magunkat, hogy megfelelően ki tudjunk teljesedni akár szakmailag. Hát és hogy mosolyogva tudják fogadni a betegeket és a szülőket, mert azt gondolom a mai világban a legfontosabb, hogy őszinte és teljes bizalommal tudjon a beteg és a szülő belépni a gyermekosztálynak az ajtaján. Dr. Sós Andrea, nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen. 13 fontos kérdésben várja Magyarország kormánya a véleményeket a napelemektől a rezsicsökkentésen át az elektromobilitásig. A közös ügyünk a zöld energia aktualitásáról tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán, ahol elhangzott, a város ipari parkjába települő cégeknél is kiemelten fontos a fenntarthatóság, és szeretnének hibrid energiát használni. A Vármegye 2. számú választókerületében az elmúlt 10 évben több mint 1 milliárd forint értékű energetikai beruházást hajtottak végre. Büszkék lehetünk arra, hogy egy gazdasági fordulatnak a világban nem követői, hanem éllovasai vagyunk. Erről beszélt György László nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A zöld gazdaság világpiaca 2020-ban 1300 milliárd dollár volt. Ebbe beletartozik az autóipar is, amely 500 000 magyarnak ad munkát. Ezért is fontos, hogy például ez az ágazat milyen irányban fejlődik tovább, és egyelőre úgy tűnik, jó úton haladunk a célok megvalósítása érdekében. Hogyha azt mondom, hogy a magyar GDP, amit 4.700.000-en itt egy év alatt előállítunk, az kevesebb, mint 6-szorosa ennek. Tehát 6,5-szerese a piaca a zöld gazdaságnak, mint amennyit mi egy év alatt itt Magyarországon megtermelünk. És ez a zöld gazdaság, ez 2050-re 10.300 milliárdosra bővül, tehát még 8-szorosára bővül a mostani szinthez képest. Ez az, amiért nagyon fontos, hogy a ma is egyébként közvetett és közvetlen módon 500 000 magyarnak munkát adó járműipar milyen formában alakul át Magyarországon. A zöld gazdaság családok 100 000-einek fogja tudni az előttünk álló évtizedekben, nem csak az előttünk álló években, hanem egészen a gyermekeink számára és az unokáink számára is lehetőséget fog biztosítani arra, hogy tehetségüknél, szorgalmuknál és tudásuknál fogva a munkájukkal tisztes megélhetést tudjanak maguknak biztosítani. És mivel ez egy piac, amelyen öldöklő verseny zajlik,
Ezért nagyon fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk, hogy a magyar családok értsék, hogy mi a tét, a kormány pedig visszajelzést kapjon arról, hogy a magyar családoknak mi a fontos a zöld átállásban. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyar családok, a magyar állampolgárok április 15-ig a zöldenergia.kormány.hu-n a 13 kérdésre választ adva elmondanák a véleményüket arról, hogy jó dolognak tartják-e azt, hogy Magyarország éllovas egy zöld gazdasági fordulatban a világban, és hogy fontosnak tartják-e azt, hogy a magyar kormány stratégiai céljai megvalósuljanak, vagyis hogy 2030-ra 90%-ban tiszta széndioxid semleges forrásból állítsuk elő a villamos energiát Magyarországon. Ezen cél eléréséhez olyannyira úton vagyunk, hogy a 2030-ra megtervezett naperőművi kapacitások már 2024-re rendelkezésre állnak. Ahhoz viszont, hogy a zöld energia, a nap, a szél, a nukleáris energia, a geotermikus energia adott esetben, ahogy látjuk itt Nyíregyháza esetében, a geotermikus energia kiemelt fontosságot élvez. Ezek el tudjanak jutni az otthonainkba, a családokhoz, a vállalkozásainkhoz, az iparba, és a közlekedésben föl tudjuk használni, ahhoz ezt az energiát tárolni is szükséges. Nagyon fontos, hogy Magyarország ezen a területen is jól áll. A negyedik legnagyobb kapacitással fog rendelkezni Magyarország 2030-ra, ami a zöld energiatárolására alkalmas rendszereket illeti, az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Németország után. Tehát nem kis vetélytársaink vannak a versenyben azért, hogy zöld energiatárolására alkalmas rendszereket tudjunk gyártani. És a harmadik, ahhoz, hogy a családok föl tudják használni, és az ipari létesítmények és az önkormányzatok föl tudják használni ezt a zöld energiát, nekik is föl kell készülniük. Ezért zajlik a Napenergia Plus program, amelyel a családoknak az energetikai fordulatát támogatja a kormány, ezért zajlik most egy 30 milliárd forintos program a vállalkozások elektromobilitásának fejlesztésére, és ezért zajlik az a folyamatos munka is, hogy az energiahálózat fejlesztésével és helyi kis erőművek támogatásával helyben rendelkezésre álljon a zöld energia. És van egy negyedik fontos kérdés is, ez pedig az, hogy környezetbarát, fenntartható módon vegyük igénybe a zöld energiát, és környezetbarát, fenntartható módon legyünk képesek újra hasznosítani az értékes nyersanyagokat, amelyek a zöld energia előállítására és tárolására alkalmas rendszereinkben vannak. Egyes előrejelzések szerint 2050-re, az Európai Bizottságnak készült elemzések szerint 2050-re Európa a zöld gazdaság működtetéssel szükséges kritikus nyersanyagokat 45-70%-ban, kritikus nyersanyagtól függően 45-70%-ban újrahasznosított formában fogja tudni maga számára előállítani. Ez a garancia arra, hogy Európa tiszta, zöld és környezetbarát lesz az unokáink és az ő unokáik számára is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 2. számú választókerület önkormányzatai az elmúlt 10 évben 1 milliárd 75 millió forint értékű energetikai beruházást hajtottak végre. Ebben nagy segítségükre volt a TOP és a TOP Plusz. Jellemzően napelemet telepítettek. Ez nagyon fontos a közintézmények területén, tehát az önkormányzatok a saját fenntartásban lévő bölcsöde, óvoda, polgármesteri hivatal tetején telepítenek. Nagyon lényeges, hogy nem csak meg kell termelni a megújuló energiát, hanem tárolni kell, ezért a tároló kapacitásokat országos szinten kell bővíteni, és én azt gondolom, hogy nagyon lényeges mozzanat az is, hogy munkahelyeket is megvéd a zöld átállás, hiszen hogyha egy zöld gazdaságot építünk ki, ami a jövőt jelenti, és tulajdonképpen egész Európa, sőt mondhatom az egész világ átáll erre is, ahogy kormánybiztos úr is mondta, hogy nagyon dinamikusan fejlődő gazdaságról van szó, a zöld gazdaság nagyon dinamikusan fejlődik, akkor nekünk lépést kell tartani ezzel, és Magyarországon munkahelyeket véd meg ez az egész zöld átállás. Ezért azért arra biztatok mindenkit, hogy töltse ki a konzultációs évet, 13 kérdés, április 15-ig ki lehet tölteni, amelyben van napenergia, szélenergia, van elektromobilitás, van tárolási kapacitás, a rezsicsökkentéshez is hozzájárul, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 21. században a zöld energiára való átállás kulcskérdés, és Magyarország, és a
mi régiónk is elég előkelő helyen áll ebből a szempontból. Csak egy példát szeretnék még mondani, hogy a napelem pályázat mellett, amelyet a lakosság, a vállalkozók és uniós pályázatok területén az önkormányzatok is fölhasználnak, illetve beadnak, még egyet szeretnék mondani, a geotermikus energia itt ebben a régióban, de az egész országban, itt az egyetemen már régóta mondják, hogy ki kellene használni a geotermikus energiát, és már van olyan nagy vállalat Nyíregyházán, amely ezzel próbálkozik. A vármegye székhely is folyamatosan dolgozik azon, hogy minél több környezetbarát megoldást alkalmazzon. Valamennyi önkormányzati épület energetikai korszerűsítése megtörtént már, legyen szó egészségügyi intézményekről, óvodákról vagy iskolákról. Az ipari park fejlesztésénél is kiemelt szerepe van a zöld energiának, az egyik svéd cég ráadásul hőszivattyúkat is gyárt, és mindig vannak újabb tervek. Az ipari park fejlesztésük ugye a gazdaság igénye a legnagyobb mennyiségű energiát, tehát ott van a legnagyobb jelentősége talán, hogy milyen energiát használunk. Az ipari parkok fejlesztésénél minden öt nagy beruházónk van. Eddig mindenkinél első számú szempont a zöld energia, megújuló energia használata, és az egyik cég, a svéd Kantum pedig a hőszivattyúkat gyárt, ami az utóbbi időben újra előjött, vagy talán még inkább népszerű lett. De fontos a közlekedés, ugye a tömegközlekedésünkben a 41 gázüzemű busz önmagában a korábbi dízelesekhez, ráadásul régi dízelesekhez képest nagyon sok megtakarítás jelentett a környezetterhelésben. Megépítettük első ütemben a buszpályaudvart, ami már majd a második ütemben ki lesz építve elektromos buszok töltésére, fogadására is. És én megemlítettem kormánybiztos úrnak, hogy ugye a lakosság számára megy a napenergia, a LED lámpa nálunk az nagyon sikeres volt, jövő héten lesz a harmadik szakasz. Tehát a gazdaság és a lakosság mellett az önkormányzatokat is érdemes jobban helyzetbe hozni, mert hogy nagy intézményfenntartók vagyunk, és itt is az energia nagyon, nagyon nem mindegy, hogy hogyan valósul meg. Nálunk Nyíregyházán ez gyakorlatilag 2010 óta kiemelt szempont, és hát sok pozitív visszaigazolásunk is van, rengeteg díjat nyertünk, fel se tudnám sorolni. A legutóbb az Európa Zöld Városa pályázaton harmadik helyezett, de ugye ez nem csak Magyarországot, egész Európát jelenti, az egy komoly elismerés és visszaigazolás volt. És mindig van tovább egy önkormányzatnál, mindig vannak újabb tervek, mi lenne a következő nagy lépés zöld energia ügyben? Én most a geotermikus energia használatát tartom, ugye nagyon nagy forró víz van alattunk, amit ugye fürdőkben használjuk, de még nem került sor arra, hogy hogyan lehetne ezt a fűtésnél, hűtésnél, esetleg a világításnál is hasznosítani. Hogy a lakosság mit gondol a zöld energiáról, azt egy 13 kérdésből álló online kérdőív kitöltésével mondhatja el. A felmérésben egyebek között a zöld energia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítésének és az elektromos közlekedésnek az állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról, a nagy szennyezőanyagok cégek klímavédelmi költségeinek megfizetéséről mondhatják el véleményüket a kitöltők április 15-éig. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk. Akkor már a nyári strand szezon kilátásaival is foglalkozni fogunk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!